Üdvözlet mindenkinek, és még mielőtt elkezdenénk ezt a videót, azt javaslom azoknak, akik nem látták a Bright című filmet Will Smith főszereplésével, és érdekli őket, valamint szeretnék élvezni is azt, hogy állítsák meg ezt a videót, nézzék meg előbb a filmet, és aztán térjenek vissza ide, ugyanis itt ebben a rövid elemzésben mindenre fény fog derülni a filmmel kapcsolatban, és utána már nem lesz ugyanolyan, ha esetleg valaki ez után szeretné megnézni azt. Nagyon röviden csak a filmről, legalábbis a hátteréről annyit, hogy ez egy Netflix produkció, és egy alternatív valóságban játszódik, 2017-ben jelent meg, december 22-én, és 118 perc, 90 millió dollár volt a költségvetése a filmnek. Ebben az alternatív valóságban egyébként különböző értelmes lények próbálnak meg együtt élni, és a társadalmi kaszt rendszerben különböző pozíciókat foglalnak el, pontosan úgy egyébként, ahogy ma a fejlett világ társadalmaiban a sokféle nép próbál együtt élni, akár kultúrára, akár nemzetiségre, akár bőrszínre gondolunk. Ezek közül a lények közül néhány az orkok, az elfek, kentaurok, goblinok, törpék, de egyébként tündérek és sárkányok is megtalálhatók a filmben. A film története egy varázs pálca körül forog tulajdonképpen, amit csak és kizárólag az úgynevezett bright vagy fényes emberek képesek megfogni szabad kézzel, a többiek nem tudják csak valamilyen tárgy segítségével megfogni, és ezzel a varázs pálcával különböző mutatványokat lehet végrehajtani. A film főhőse Will Smith és Joel Edgerton, aki egyébként egy orkot játszik, Will Smith partnerét testesíti meg mindketten rendőrök Los Angelesben. Will Smith neve egyébként Daryl Ward a filmben. Ha valakit érdekel, akkor a Ward az a magyar őrnek vagy őrzőnek felel meg. A Daryl pedig a Darrellnek az egyik rövidített változata, és eredeti jelentése valaki, aki Arrelből érkezett, az Arrel egyébként Franciaország egyik területe. Joel Edgerton karaktere az ork Nick Jacoby névre hallgat a filmben, Nick pedig természetesen a Nikolásznak a rövidített változata. Nikolász pedig egy görög névből, Nikolászból ered, melynek jelentése az emberek győzelme. Ugye Nike, mint győzelem, magyarul a Nike cégnek a jelentése egyébként a győzelem, Laos pedig emberek, innen Nikolaos, az emberek győzelme. Vezetékneve pedig Jacoby, ami annyit tesz, hogy Jákob fia. Jákob név természetesen héber eredetű, és jelentése valaki, aki helyettesít, vagy pedig kitúr valakit. Ugyanis Jákob volt az, aki a testvérét, az ikertestvérét, Ézsaut kitúrta magyarul, vagy helyettesítette az öröklési sorrendben. Úgyhogy ha összevetjük ezeket a neveket, akkor a nép győzelme az, ami helyettesíti az őrt, a jelenlegi őrzőt. Annyit elárulok az elején, hogy Bright egyébként szerintem szórakoztató film, és rengeteg érdekes üzenete van, és mindenképpen érdemes megnézni, de semmiképpen sem egy jó film. Általában klisékre épül, és olyan történet, amire azt mondhatnánk, hogy ezt már itt, ott, amott láttuk korábban, és így áll össze maga a film története. Sőt, szerintem egy idő után annyira felgyorsul a cselekmény a közepe és a háromnegyedétől, hogy több logikai hiba is előfordul benne ezután, illetve szerintem következetlen is marad maga a történetmesélés a szereplők képességeivel kapcsolatban, és összességében véve túl gyors lesz a film cselekménye ahhoz, hogy az ember élvezni tudja. Mégis azt mondanám mindenkinek, javasolnám, hogy nézze meg, ugyanis nagyon sok minden kiderül a társadalmunkról, és arról, hogy mi az, amit a világot irányító elit szeretne közölni velünk ezen az üzeneten keresztül, ugyanis minden film egy üzenet, és hogyha a megfelelő szemüvegen keresztül nézzük, akkor meg fogjuk látni ezt az üzenetet, és jobban fogjuk érteni a jelenlegi valóságot, ami körülöttünk zajlik. A társadalmat egyébként ebben a filmben az elfek irányítják, akik kivétel nélkül mind fehérek ebben a filmben, férfiak, nők, vegyesen,
és gyakorlatilag azt a dekadens életformát testesítik meg, legalábbis úgy tűnt a filmből, amit ma képviselnek a nyugati fogyasztói társadalma. Az, hogy fizikálisan, mentálisan, intellektuálisan felsőbbrendűek-e vagy sem, az nem derül ki teljes mértékben, de mégis arra lehet következtetni abból a tényből, hogy ők azok, akik irányítják ezt a társadalmat. Egyébként maga az öltözködésük és a viselkedésük is ezt támasztja alá. Sőt, szerintem egy olyan sztereotípiát testesítenek meg, amelyet ma a média, illetve hát láthatjuk, hogy a szórakoztatóipar igyekszik kialakítani a kaukázusi emberekről, akiket gyakorlatilag fehéreknek ismerünk ma. Hogy mi ennek az értelme, az hosszú lenne elmagyarázni, de egyébként a cél az, hogy a társadalomban töréseket hozzanak létre, és szétforgácsolják azt, és a különböző csoportokat egymás ellen fordítsák. Ha valaki azt gondolja, hogy ők védeni akarnak egyetlen idézőjelbe tett fajt az emberi fajon belül, akkor az téved. Egy olyan korban élünk, amikor az elit készen áll arra, hogy mindenkit kivétel nélkül, beleértve a saját tagjait is, még akkor is, hogyha nem fizikálisan, de feláldozza. Természetesen az emberek túlnyomó többségét képesek feláldozni fizikálisan, de az időszak, amiben élünk, és az, ami következik, az 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 időszak, amikor minden, amit mi megszoktunk, le fog omlani körülöttünk, és abból egy új világ keletkezik. Még egy dolgot, mielőtt elkezdjük, elmondanék, az pedig az, hogy természetesen ebben a filmben is előkerülnek a nők, mint főhősök és irányítók többféle formában is, de az egyik az, amit láthattunk egyébként már korábban filmeknél, többek között például a Különvéleményben, de a Dread Bureau-ban is ez volt, hogy a nő az, aki spirituálisan fejlettebb, mint a férfi, és a nők azok ebben a filmben különösen, akik ezt a mágiát képesek alkalmazni. Ugyanúgy, ahogy a mi valóságunkban a nő az, aki sokkal érzékenyebb és sokkal fogékonyabb a mi világunkban is erre a spirituális oldalra. Pontosan ez az oka annak, hogy az ellenség és az ő serege a nőket támadja meg, és a társadalmat a nőn keresztül képes azután lerombolni. Ez az, amit egyébként látunk a világban ma. A film végén szerintem ők ezt egy fordulatnak vagy csavarnak szánták, hogy kiderül, hogy Will Smith is egy Bright volt, vagy egy olyan ember, aki képes ezt a mágikus pálcát a kezébe venni, és aztán ezt használni, de szerintem ez teljesen egyértelmű volt a kezdetektől fogva, úgyhogy nem hiszem, hogy bárki is meglepődött, különösen akkor, mikor ezt a kardot megtalálta az úton, aztán szerintem ez egyértelművé tette azt, hogy ő neki is valamilyen kapcsolata van a mágiával, amit ebben a filmben használnak. De ahogy mondtam, szerintem a film egyértelművé tette azt, hogy a mágia elsősorban a nőkhöz tartozik, ugyanis ők voltak azok, akik többnyire használták ezt, és képesek voltak használni ezt. Amellett egyébként, hogy az elfek azok, akik irányítják a világot, van egy másik sztereotípia is, ami megjelenik, ez a gangster forma, az orkok azok egyébként, akik ezt testesítik meg ebben a filmben. Fizikális képességeik is egyébként valahogy ehhez vannak igazítva a filmben, ugyanis ők azok, akik lassabbak, igazából butábbak és erősebbek ugyanúgy, mint mindenki más. Ez egyébként, ez a szituáció a felszínen lehet, hogy viccesnek tűnik, vagy pedig szórakoztatónak, de hogyha mindenki belegondol, akkor tovább erősíti azokat a sztereotípiákat, azokat az előítéleteket, amelyek amúgy is megvannak az emberek fejében. Magyarul az, hogy aki színes vagy más színű, mint az ember, az alapvetően egy ostobább, butább, de ugyanakkor fizikálisan felsőbbrendűbb életforma. Ráadásul ezek az emberek még a filmben megvetés tárgyát is képezik, ugyanis az emberek teljesen kivetik őket maguk közül. Ugye az oka ott egy néhány ezer évvel korábban lejátszódott háború az emberek, az orkok és a különböző lények között. Ennek az utórezgése az, ami megmaradt a társadalomban, hogy az orkok, akik ugyanis akkor a rossz oldalt választották, a sötét oldalt idézőjelbe, továbbra is számkivetettként élnek a társadalomban, és az emberek úgy néznek rájuk, mint alacsonyabb rendű életformákra. Ez még egy kivételesen ostoba ember számára is egyértelmű utalás kell, hogy legyen az amerikai rabszolgatartó társadalomra, illetve annak összeomlása után kialakuló mai amerikai Egyesült Államokra. De tágabb értelemben is egy referencia az úgynevezett afroamerikaiakra. Kétségen egyen senkinek afelől, hogy ez a történet is, ez a film is, úgy, ahogy az összes többi nagyjából a bibliai történéseken alapszik. Az egyből az első utalás ezért
a kezdetekre utal, a teremtés történetre, és azt írják itt, ez egy falfirka, és egyébként az egész filmben utána folyamatosan falfirkákkal kommunikálnak, illetve jelekkel a falon, ami érdekes. Kezdetben Isten megteremtette az összes fajt, úgy mint a rasszokat, egyenlőnek, de az elfek egyenlőbbek. Újra csak utal arra, hogy a mai társadalmat, a világot tulajdonképpen az úgynevezett kaukázusi vagy fehér nép irányítja. A következő falfirka egyértelműen egy utalás az amerikai társadalomra és azon belül is az afroamerikaiak helyzetére. Arról beszél, hogy az orkok, azaz ők, érted, harcolnak. Ki az, aki értünk harcol? Ugyanis ők azok, akik részt vesznek Amerika háborúiban, ennek ellenére mégis a társadalom legalján foglalnak helyet. Az amerikai pénzen olvasható az, hogy Istenben bízunk, in God we trust, ezúttal azonban a falfirka azt ábrázolja, hogy in magic we trust, azaz mágiában bízunk, de a bizalomszó le van sprézve feketével, és az van utánodéve, hogy meghalunk, tehát a mágiában meghalunk. Egyébként a sötét úr az, vagy a sötét uralkodó az, akinek a visszatérését próbálják segíteni azok, akik a filmben az úgynevezett rosszakat alakítják, és ez a sötét uralkodó egyébként a Bibliából ismert idézővetett Isten, vagy a Hua megtestesítője. Ő az, aki vissza fog térni, milliárdok fognak elpusztulni, és a többieket pedig mágia segítségével az uralma alá fogja hajtani. Úgy tűnhet a tudatlanoknak, hogy ez ugye sátánról beszél, aki eljön és majd a világot fogja uralni, de sátán nem fogja a világot uralni. És mindig pontosan a fordítottja igaz annak, amit az ő történetük el szeretne mondani. A jók a rosszak pedig a jók. Aztán még egy egyértelmű utalás az afroamerikaiakra, ez ugye be yourself, az ork szó megtalálható abban, hogy be yourself, azaz légy önmagad. Ez egyébként a társadalom üzenete mindenki számára, ahol mindenki önmaga lehet, azonban ahol mindenki önmaga, ott eltűnik az abszolút erkölcsi norma, mert mindenkinek igaza van, és mindenki azt teheti, amit csak akar. Ahogy mondtam, ez az egész egy manipuláció és propaganda. Ez a jelenet egyébként, illetve maga a falfirka visszautal a 68-as mexikói olimpiára, ahol Tommy Smith, illetve John Carlos, a 200 méteres sprint első, illetve harmadik helyezettje az öklét az égbe emelve tüntetett az afroamerikaiak helyzete ellen. Azóta ez az afroamerikaiak körében az ellenállás szimbóluma lett, és a Black Lives Matter többek között átvette, és ők is használják. De általában mindenki, aki úgy gondolja, hogy ő a rendszer ellen van, vagy a rendszer ellen próbál tenni valamit. Ahogy mondtam, megpróbálhatjuk nézni a filmeket úgy, mint ártalmatlan szórakozás, de akkor a lényeg el fog siklani a szemünk előtt. Az elfek azok, akik legyőzték a sötét urat vagy uralkodót először, és az orkok azok, akik az ő oldalára álltak. Ezt egyébként egy képregény formában elmondják a falfirkák, illetve a graffitik a film elején. A világ úgy néz ki ebben a filmben, ahogy ma az kinéz, különösen a nagyvárosokban, és ahogy egyre inkább ki fog nézni. Nélkülözés, nyomor, munkanélküliség az emberiség nagy részének osztályrésze. És pontosan ez az a szituáció, amiben minden faj próbál a saját érdekeinek egymást eltaposva érvényt szerezni. Ha a szimbólumokról van szó, akkor a nap folyamatosan megjelenik, és érdemes utána nézni, aki esetleg nem érteni, hogy mit is jelent ez, különösen úgy, hogy a körben benne található a nap, ez, illetve maga a halál, ugye a koponyáknak a kultusza folyamatosan megjelenik végig az egész történet során. Ez a falfirka pedig nagyszerűen megmutatja azt, ami abban a társadalomban történik, ugyanúgy, ahogy a mi társadalmunkban. Az van ideírva egyébként, hogy fenntartanak benneteket, hogy lent tartsanak minket. Ahogyan az uralkodó osztály fenntart egy osztályt ma is, a fehér ember, annak érdekében, hogy a többit eltapossa, illetve lent tartsa. Ez az üzenet, amit el szeretnének mondani. És nem véletlen az, hogy azok, akik ezt a világot irányítják, elfként vagy tündeként vannak ábrázolva ebben a filmben, ugyanis ők azok, akik a mágiát gyakorolják, akik kapcsolatban vannak a spirituális oldallal, ők a legerősebbek ezért. Ugyanúgy, ahogy a mai társadalmat is azok irányítják, akik a spirituális oldallal, ezáltal Hásatánnal kapcsolatban vannak, tőle nyerik a tudást és az erőt ahhoz, hogy fenntartsák azt, aki a világot irányítja, legalábbis látszólag, az idézőjelbe tett fehér ember, aki elnyom mindenki mást, akit ugye ma
idézőjelbe téve színes bőrűnek hívunk. Ez nem csak a feketékre vonatkozik már, hanem ma már mindenki, aki nem fehér, a színes bőrű. Ezt a struktúrát ábrázolja, ez a falfirka, és ez az a történet, amit elmesél az egész film. Az a célja ezzel, hogy tovább erősítse a sztereotípiákat, és korbácsolja az indulatokat a társadalmon belül. A rendőri erőszakot is bevették ebbe a történetbe, ami az Amerikai Egyesült Államokban történik ma a feketék ellen, aminek nagy része egyébként hoax. Sajnálatos módon nem értik meg az emberek, hogy a hírek nagy része az hoax, de mindenképpen ez az, amit itt látunk ezen a falon. A rendőrök ölik halomra az orkokat, és lent tartják őket egy alacsonyabb szinten, ahogyan az amerikai társadalomban is a rendőrség a feketéket elnyomja, és uralmuk alatt tartja. Ezt gondolom nem kell bemutatni senkinek. Amíg a rendőrség az orkokat veri, addig az elf vagy a tünde fényképezi magát és azt, ami a háttérben történik. Van egy szervezet a filmben, ami a fény pajzsa, ők azok, akik a mágiát próbálják védeni és megakadályozni a sötét uralkodó visszatérését, az ő jelük pedig egész véletlenül a nap, amint a hold sarlóban helyezkedik el. A hold és a nap és minden égitest természetesen az, amit a világ népei ma tudatlanul szolgálnak, de egyébként ezek azok, amik a szabad kőművességnek a fő istenségei gyakorlatilag. Ezzel már rengeteget foglalkoztunk, de azért megmutatom néhány példáját ennek a történelem során. Ez egyébként Egyiptomból, szintén a hold, illetve a nap benne. Ez egy variációja annak, Egyiptomból szintén a sarló, illetve benne a nap, de a szárnyas kerék, ez ugye Chrysler, Southwest Airlines, illetve Harley Davidson szintén. Egy újabb ábrázolása ennek szintén Egyiptomból, a hold sarló, illetve benne a nap és a Scarabeus bogár. Ugyanez a szimbólum Malajzia zászlajában egyébként megtalálható, ugyanúgy, ahogy Tunézia, az Egyesült Nemzetek, Nepál, Törökország, Líbia, de a jól ismert sarló és kalapács szintén ezt szimbolizálja. Azt gondolom tiszta sor mindenki számára, hogy Hollywood és a filmek nem más, mint propaganda és a manipulációnak az egyik eszköze. Ez nagyszerűen megjelenik egyébként a Brightban is, több szempontból is az egyik az, illetve hát azok, amelyeket már megtárgyaltunk, de itt van még egy. Ez pedig természetesen a feminizmus, az erős nő ábrázolása a filmekben és a női hősök. Brightban egyébként annak ellenére, hogy a film két főhőse az férfi, már hogyha azt az orkot férfinak lehet nevezni, azonban mégis a nők azok, akik egyértelmű túlsúlyban vannak ebben a filmben. A rendőrség főnöke az egy nő, ugyanúgy, ahogyan az ő helyettes, az őrmester szintén egy nő. Sőt, ott tartunk, hogy ez a nő itt, Nick mellett, megkérdezi Nicktől, hogy a képen látható karakter az az unoka testvére-e. Egyértelműen utalva arra, hogy az orkok ugyanúgy néznek ki, annak ellenére, hogy természetesen különböző egyéniségnek kell, hogy legyenek, de a kinézetük alapján ők egyformák az emberek számára. Ezek mellett egyébként a filmben az egyértelműen legerőteljesebb és a legerősebb karakter az a fő gonosz, aki szintén egy nő, ő egy tünde, aki varázserőben, de egyébként fizikális erőben is felülmúlhatatlan, az ő segítőtársa, emellett a férfi mellett szintén egy másik nő. Ezek hárman egyébként több hadsereget is kiírtanak könnyűszerrel, gyakorlatilag probléma nélkül. Jacoby és Ward segítőtársa az a gonosz oldalról hozzájuk átállt tünde lány, Tika, aki talán az egyetlen, aki fel tudja venni a gonosszal a harcot varázserőben. Ez a film szembeállítja a férfit és a nőt. A férfi képviseli a nyers erőt, illetve az erőszakot, egyfajta primitív hozzáállást a problémák megoldásához és a régi világrendet. A képen egyébként egy kentaur látható, ami szintén az egyik faj, ahogy említettem a videó elején, ő is a rendőrséghez tartozik. A férfi tehát egy letűnt kort reprezentál, egy olyan valóságot, ami a végét járja, aminek vége van, és a nő képviseli mindazt, ami az új világ. A hatalom, a vezetés, az erő mind a nők kezében van. És ez a két férfi nem tudná megoldani a problémákat, hogyha nem lenne női segítője mindvégig. Ne értse félre egyáltalán senki, nem azt akarom mondani, hogy a nőnek nincsen szerepe, vagy hogy a nőnek nem kellene, hogy legyen semmiféle beleszólása a dolgokba. Én csak azt mondom, hogy a valóság nem azt tükrözi, amit a filmek. Ez odáig fajul ebben a filmben, hogy Tika egyébként a varázspálcának a segítségével fel kell, hogy támassza Jacobit,
aki a halálból visszatér, ezúttal a mágia segítségével és egy nő segítségével, beteljesítvén a filmbeli proféciát, mint egy messiás, és az egész emberiség kollektíve letérdel előtte az orkok, a tündék és az emberek szintén. Azután pedig kigyullad az élet fája, jelképezvén azt, hogy a fény megérkezett a világba. Ez a hamis fény. Egyébként ki is mondják, hogy ő itt egy messiás, utalván a bibliai Jehusá HaMásiák történetére. Itt emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Nick egyébként Nick Jacoby. Jacoby jelentése Jákob fia, Jákob pedig a Bibliából jól ismert karakter, aki ugye valakinek a helyettese, vagy valakit kitúr, vagy helyettesít, ez a jelentése magyarul. És egyébként Jákob volt az, akinek Elohim, vagy Isten megígérte, hogy az ő leszármazottja lesz az a messiák, vagy a messiás, aki megváltja majd a világot. Pontosan ez történt a filmben Nick Jacobyval, az orkkal, aki mind halálig kitartott csak azért, hogy a varázspálca ne juthasson az orkok kezébe. Ezért azok megverték, megalázták, és az ork vezér annak ellenére, hogy az ő fiát Nick megmentette a rendőrség kezei közül, lelőtte, Nick ezután bezuhant a verembe, és onnan a varázsló segítségével feltámadt, és ő lett az a messiás, aki a proféciát betöltötte. Úgyhogy mi ez, hogyha nem egy egyértelmű utalás a Bibliára? Ezután a fán kigyulladtak a fények, jelképezvén azt, ahogyan a világosság megérkezett a világba. Természetes, hogy ez a hamis megváltó, hiszen a veremből ő az a pusztító, aki majd elő fog jönni a végítélet, illetve hát az utolsó évek idején, és az egész világot a rabságba fogja sodorni. Természetes az, hogy a legtöbb embernek ez nem tűnik fel, ugyanúgy, ahogy az sem, hogy a megváltó egy ork, és ahogyan megbeszéltük az korábban, az orkok reprezentálják az afroamerikaiakat ebben a filmben, tehát láthatjuk azt, hogy az elit pontosan tudja, hogy kik a valódi izraeliták a világban, és nem is fél elárulni ezt, hiszen tudja, hogy az emberek nem fogják megérteni, mert a legtöbb embert nem is érdekel már. Ezután van még egy feltámadás, illetve újraéledés, ezúttal Tika az, aki a halálán van, miután megmentette ugye Nicket, őt kell belemeríteni az életnek a vizébe, ahova alámerül, és aztán feltámad, ez az, ami életet ad majd neki. Ez a víz egészen véletlenül ebben a kereszt alakú medencében van, a szent fa gyökerei alatt. Annak érdekében, hogy újra éledjen és újjá szülessen, be kell meríteni ebbe a vízbe, ez fogja neki majd az erőt adni, és azután az új ember feltámad. A film végén aztán, miután minden megoldódott, kitüntetést érdemel természetesen Jacoby és Ward, és azt is elárulják nekünk, hogy ők voltak azok ketten, akik bátran felvették a harcot a több ezer éves mítoszok által vezérelt fanatikus szektával, aki a világot el akarta törölni a színről. Ez szintén egy egyértelmű utalás mindazokra, akik nem hajlandók beállni a sorba, és azt a magatartást követni, amit a világ elfogad. Mindazok, akiknek más lesz az erkölcsi rendszere, akik más életvitelt szeretnének folytatni, mint a világ, azok az emberek terroristák lesznek, fanatikusok, szélsőségesek és nem kívánatos személyek a társadalomban. Ezek után amennyiben értékelnünk kellene a Bright című filmet, ha tisztán úgy nézünk rá, mint egy film, egy szórakoztatóipari termék, akkor sem lenne valami nagyszerű, de szerintem egyszer mindenképpen nézhető, érdekes, szórakoztató, még akkor is, hogyha általában klisékkel teli, és olyan történet, illetve olyan elemekből épül fel, amelyek már ismerünk korábbi filmekből. Azonban, ha úgy szeretnénk értékelni, mint propaganda, akkor egyértelműen 100%-ot kell, hogy kapjon. Biztos vagyok benne, hogy lesznek majd filmek a jövőben, amelyek nem 100%-osak az Illuminati mércén, de a Bright egy egyértelmű, gátlástalan propaganda üzenet, ami tele van olyan manipulációval, ami a társadalomban már meglévő problémákra és viszályokra épül, ezekre épít, és ezeket szeretné fokozni, illetve erősíteni. Úgyhogy ha valaki úgy dönt, hogy megnézi a Bright című filmet, akkor ezt mindenképpen tartsa észben. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.